Nekem az édesapám roma, az édesanyám magyar származású, és az én anyukám 8 éve meghalt, és neki van egy édesanyja, aki nem igazán kedveli a romákat. Egy olyan faluban lakik, ahol csak magyarok élnek, nem roma emberek élnek, így mondom inkább. Abban a faluban nem fogadják el a cigányokat, mert egyáltalán nincsenek cigányok. És az én nagymamám nem szereti a cigányokat ebből kifolyólag. És ő nem tudott minket soha elfogadni. Ő neki nem volt az jó dolog, hogy a én apám meg anyám együtt élnek. Amikor anyu meghalt, akkor lementünk hozzá kemencére, ott lakik abba a faluba, és akkor nem engedett ki az utcára, meg ilyenek. És akkor mondta, hogy mondtuk neki a Natival, hogy menjünk el, hadd menjünk el így a temetőbe, és mondta, hogy majd ő elvisz minket, és szegénynek combnyaktörése volt. Nem vitt volna minket végig a falun, hanem inkább ilyen árkon, bokron keresztül vitt, hegyeken, völgyeken, de nem vitt keresztül minket a falun. És hogyha kérdezik, akkor mondja, hogy mi nem vagyunk az unokája cigányok.